Üdvözöljük a Fit 24 nézőit, Kis György Gergely teniszezővel sikerül egy interjút készítenünk itt a Park Teniszklubban. Pályafutásodat kérlek szépen, mondd el mégis, hogy alakult. Sziasztok! Igazából elég hosszú lett ez a pályafutás, mert még a mai napig is tart, de 41 évesen úgy érzem, hogy lassan lezárhatom ezt a korszakot. Én 6 évesen kezdtem itt az MTK-ba teniszezni, és aztán 17 évesen lettem profi teniszező, amit igazából 31 évesen fejeztem be. Játszottam Davis kupát, nyertem korosztályos Európa-bajnokságot, kaptam nemzetközi fair play díjat, még nagyon fiatalon ráadásul, és aztán most még csapatbajnokságban játszom Németországban, meg Ausztriában, az első ligában, de úgy érzem, hogy a következő szezon lesz az utolsó, mert most már tényleg kezdek megöregedni. A fair play díjról egy kicsit tudnál beszélni, hogy mégis hogy alakult ez a fair play díj, mégis mi volt ott akkor, miért kaptad meg? Igen, 11 éves voltam, és Kecskeméten játszottam egy versenyen, ahol az ellenfelem a döntőbe lesérült, és egy hólyag keletkezett a kezén, és nem tudott kiállni ellenem. És ezért én azt mondtam, hogy inkább játsszuk le később a meccset, hiszen egy sokkal jobb játékos volt nálam, tehát nem, igazából nem érdemeltem meg azt, hogy megnyerjem ezt a versenyt, és akkor 4 nappal később pont itt ezeken a pályákon játszottuk le a döntőt, és nagyon megvert engem, és az ő édesapja mesélte ezt el egy újságírónak, aki aztán a Fair Play díjra fölterjesztett itt Magyarországon, megkaptam azt, és utána ezáltal nemzetközire is fölterjesztettek, és azt is megkaptam utána. Akkor ez egy elég nagy siker, az a fair play díj, gondolom, a sportolók körében ez elég neves. Ez egy nagyon jó dolog, sikernek inkább nem mondanám, ez egy neveltetés kérdése. Tehát az, hogy az én családom az mindig is sportcsalád volt, hiszen a nagymamám például 123-szoros magyar bajnok lövészetbe, világbajnokságon többszörös ezüstérmes, Európa-bajnokságon is többszörös ezüstérmes, 63 éves koráig lőtt, akkor hagyta abba a lövészetet, akkor lett második egy magyar bajnokságon, és azt mondta, hogy jöjjenek a fiatalok. Tehát engem folyamatosan kísért a sportszerű életmód. Azt mindig arra tanítottak, hogy amit nem érdemlek meg, azt ne vegyem el. Tehát csak úgy nyerjek, hogyha az ben volt az a labda, akkor ben volt a labda. Ha kin volt, akkor mondjam azt, hogy ott. Tehát mindig erre neveltek. Ez nekünk ez így adottság volt, és jött belőlem az, hogy ez jöjjön. Értem szemben, persze, azt mindenhol díjazzák, ha valaki sportszerű. Te Wimbledonban is kijutottál, hogyha jól tudom, Wimbledonban is ilyen eredményeket értél el, ott arról tudnál egy kicsit mesélni nekünk? Igazából párosban a Lukasz Kubottal játszottunk, és nyertünk pár fordulót. Az egy nagy élmény volt, nagyon jó dolog volt. Játszottam egyébként Ausztrál Openen is selejtezőt egyénibe, utána edzőként ugyanúgy Wimbledon, US Open, Roland Garrost végigjártam, meg a nagyobb versenyeket. Wimbledon az egy szentély, tehát az, hogy az embereket, a játékosokat pontosabban kísérik a gárdok, hogy egyáltalán eljussál a mérkőzésre, és ne az legyen, hogy ott beragadsz a nézők között, meg minden, az egy jó dolog, és miután a Brian párostól kaptunk ki, nagyon szoros mérkőzésen, egy kis centerpályán, úgyhogy egy nagy élmény volt. Davis kupát megemlítetted, hogy te ott részt veszel a Davis kupáról egy kicsit, hogy mégis mi az a Davis kupa, neked mégis mi szereped a Davis kupán való részvételed, mit csinálsz most a Davis kupánál? A Davis kupa az egy országok közötti verseny, csapatverseny, 4 egyéni és 1 páros mérkőzésből áll, 3 napig tart. Iszonyat nagy presztízse van. Most volt a belga-francia döntő, kim voltunk Köves Gáborral, a kapitánnyal személyesen végignéztük a belgákat, mert ugye februárban ellenük fogunk játszani. Tehát óriási tömeg, 27 ezer ember volt ezen a mérkőzésen, szóval óriás hangulat volt. Az én szerepem az, hogy én az edző vagyok a Davis kupa csapat mellett, ez igazából, ha át akarom fordítani, mint foci nyelvre, akkor pályaedző vagyok. A kapitány mellett. Egyébként 12 évig játszottam a Davis kupában, úgyhogy elég nagy tapasztalatom van ilyen téren, és hát elég jó sikereket sikerült annó elérnünk a csapattal. Magyar Teniszért Alapítvány. Mondtad, hogy a Magyar Teniszért Alapítvány volt, te ott eltöltöttél egy pár évet. Mégis a Magyar Teniszért Alapítványnak mi a célja? Tehát miért alapult meg, és ott mit csináltál? Ez anno azért alakult meg, hogy
a hátrányosabb helyzetű, vagy inkább úgymond vidéki teniszező palántákat tudjuk támogatni, és az alapítvány anyagilag támogatta őket. Én, mint edző és menedzser voltam így az alapítvány mellett, hogy ezek a gyerekeket minél jobb körülmények közt tudjuk edzetni, és minél jobb feltételeket tudjunk nekik biztosítani. Táborokat szerveztünk nekik, ahol én tartottam mondjuk az edzést a kollégáimmal, és próbáltunk egy kicsit segíteni. Akkor még a teniszszövetségnek nem voltak olyan lehetőségei, mint szerencsére ma már megvannak, és akkor volt létjogosultsága. Igazából most is lehetne egy pici létjogosultsága, de szerencsére a teniszszövetség most már felkarolja a fiatalokat, és nagyban segíti őket. Akkor a Diego teniszklubra is egy kicsit akkor beszéljünk. Diego teniszklubnak te vagy a elnöke vagy, és mégis akkor a Diego teniszklub, arról is kérlek, ezt is mutass be. A Diego Tennis Club az most idén 15 éves, és idén értük el a legnagyobb sikerünket, mert a női részlegünk magyar bajnok lett csapatban. A Kiskút TC-vel egy fehérvári klub vagyunk, egy közös csapatunk van, és ők nyerték a magyar bajnokságot. A férfiaknál és a Superligában szerepünk, ott a férfiaknak az ezüstéren volt eddig a legjobb helyezésünk. Van olyan játékosunk, aki korábban Davis kupát játszott, a Madarász Gergő például. Egy nagyon jó kis egyesület, nagyon sok gyerek van benne, 120 gyerekkel foglalkozunk itt a Bikás Parkban egyébként, és én úgy gondolom, hogy még hosszú ideig itt leszünk a palettán. Hát nagyon szépen köszönöm az interjút. Bármi üzeneted lenne esetleg a Fit24 nézőinek, a teniszezést kezdjék el, jó lenne, hogyha bármiféle sportolásba kezdjenek bele. Igazából a tenisz az egy nagyon jó sport, de én azt tudnám javasolni, hogy sportoljanak minden nap, de ha tehetik, akkor heti kétszer egy órát mindenképpen. Hát nagyon szépen köszönöm az interjút, és további sikeres karriert kívánok, már ameddig tart ez, és hát akkor elköszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm.